jubileumi sajtótájékoztatójára. 1951. május 14-én mutatta be a Magyar Állami Népi Együttes első önálló műsorát a Városi Színházban, mai Erkel Színházban. És ezzel elkezdte azt az alkotói munkát, melynek örököseink, folytatói mi vagyunk, a jelen társulata. Büszkeség mindannyiunk számára, hogy egy ilyen nagymúltú és rangos együttes tagjai lehetünk, és ezáltal részesei vagyunk a 70 éve elkezdődő alkotói folyamatnak. Az előbbi koreográfia a múltadi része. Rábai Miklós emblematikus koreográfiájából az Ecseri Lakodalmas című műsorban láthattak részletet. Az előadás 1961-es bemutatója óta nem csak a hazai, de a világ táncszerető közönségének elismerését is kivívta a több mint 1000 alkalommal színreli produkció, a Magyar Színpadi Néptánc Művészet egyik emblematikus alkotása. Engedjék meg, hogy bemutassam a sajtótájékoztató résztvevőt, Mihály Gábor, a Magyar Állami Népi Együttes együttes vezetőjét. Pál István Szalonnát, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetőjét. Igránc Kristófot, a Szolnoki Szimfonikusok Zenekar nemzetközi kapcsolatmenedzserét. Barnák Lászlót, a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatóját. Zenekara és tánckara mellett közreműködik a Szent Efrém Férfi Kar és Ferenci György. Én Lévai Andrea vagyok, az együttes tánc művésze. Felkérem Mihály Gábor együttes vezető, hogy ismertesse az együttes elmúlt 70 éves történetét, nagy korszakai és a nyár, valamint az őszi évad kiemelt eseményeit. Tiszteltem, köszönöm!